A rendezvényen jelen voltak a testvértelepülések küldöttségei. Köztük Burány Hajnalka, a Zenta polgármestere is, akit idén választottak a délvidéki város első emberévé. Egy testvérvárosi település, nem hinném, hogy kimerülhet csak egy aláírt papírban. Ezeket a kapcsolatokat meg kell tölteni élettel, emberekkel, eseményekkel, és mi elhozhassuk ide Dunaszerdahelyre a mi csoportjainkat, akár kulturális események lehetőséget nyújtanak erre, illetve mi is szeretettel és szívesen várjuk a Dunaszerdahelyi lehetőségeket, embereket, csoportokat, művelődési egyesületeket. A Kézművesek utcájában sok kézzel készített egyedi termék kapott helyet. A Pest vármegyei és Érdi kereskedelmi és iparkamarához tartozó kézművesek hosszú évek óta jelen vannak a vásárban. Azt tapasztalják, hogy van kereslet a kézműves termékek iránt. Mi is elcsodálkoztunk, hogy ilyen kereslet van, mert ebben a világban ez most egy kicsit úgy kihaló félben volt, hogy igény legyen az ilyen egyedi, valódi kézműves termékre, de nagyon nagy örömmel tapasztaljuk, hogy van igény rá. Az iparkamara a kézműves termékek mellett könyveket szintén kínált. Kihagyhatatlan a könyves szekciónk. Nagyon-nagyon szeretik a magyar nyelvű könyveket a dunaszerdahelyiek. A budapesti Molnárné Ábrahám Ágnes hosszú évek óta árul kesztyűbábokat a vásárban. Ezeket ő készíti immáron több mint 30 éve, és van irántuk kereslet. Igyekszem olyan bábokat készíteni, ami a mai gyerekeknek is tetszik, tehát hogy kicsit modernizálom. Ezek társas játékok, tehát akkor jó, hogyha a szülő is játszik vele, vagy a nagyszülő, vagy bárki más, mert egyedül csak egy rongy darab. Ettől lesz érdekes vagy izgalmas, hogy az anyuka vagy az apuka is játszik vele. Az eseményre 2024-ben is több árus érkezett Erdélyből. A székelyudvarhelyi Vas Erzsébet a hagyományőrzés jegyében magyar népművészeti ruhákat kínált az érdeklődőknek. Ezt a viseletet úgy alkalomra, egy esküvőre, egy szilveszterre, egy mulatságra viseljük. A viseletek a magyarságunkat jelképezik. Lassan kihaló félbe van ez a viselet. Nagyon fontos, hogy ne haljon ki. A Csallóközi vásárban idén mintegy 70-en árultak ételt és italt. A kínálat tehát változatos volt, az árak pedig széles skálán mozogtak. Az árusok között volt a Bátorkesziről érkező Kaszab Péter is. Hát a kínálat az gulyásfélék is, pacalpörkölt nagyon finom csülökkel, gombával, friss pacalból, marhagulyás, marhapörkölt galuskával, aztán a sültek csülök, kolbasz, hurka, pecsenye, csirke, mindig viszi a prímet a Laci pecsenye, azt mindenhol szeretik. A Dunaszerdahelyi vásár mindig jó, úgyhogy elégedettek vagyunk teljes mértékben. A sokféle ételhez jó bor dukált. A borok világa látogatói több mint 200 fajta szlovákiai és magyarországi bort kóstolhattak. A közel 30 éves múltra visszatekintő Villányi Szemespincészet többféle nemes nedűt kínált. A bor az egy jó vonzó erő. Első alkalommal vagyunk itt Dunaszerdahelyen. Éveken keresztül Somorjára járunk, a Pomléra. Úgy gondolom, hogy itt is nagyon szépen fejlődik, és nagyon szeretik a igazából magyarból a villányi borokat. A Csallóközi vásár a legkisebbek szórakoztatásáról is szólt. A Gyerekszigeten többek között korabeli fajátékok és koncertek várták őket. Badin Ádám a Jufia Jankó című magyar népmesét adta elő interaktív módon, minél jobban bevonva a gyerekeket. Miklósnak a fia, nagyon jó! Mindenképpen apád fia vagy, ugye? Szabadtéren mindig egy sokkal lazább, sokkal játékosabb előadást lehet produkálni, de viszont sokkal jobban oda kell figyelni, mert a figyelmet ott kell tartani a gyerekeknél. A gyerekek ilyenkor úgy működnek, mint egy vásárba, tehát nem kell csodálkozni, ha fölállnak és odébb mennek másik attrakcióra, de ezért nagy dolog ott tartani őket egy elégész előadás alatt. A rendezvény háromnapos színes forgatagot kínált, és a szervezők reményei szerint mindenki megtalálta a maga számítását.